A Pest megyei kézilabda szövetség és a Decathlon által alapított díjat, mint Pest megye legjobb junior játékosa áprilisban az Abony együtteséből Komáromi Zoltán kapta. Megnéztem ugye a Facebookot, és ott írták ki csoportba, hogy jönnöm kell, mert megkaptam ezt a címet. Örültem neki, már régóta vártuk ezt, hogy a mi csapatunkból legyen végre egy hónapjátékos. Sok játékos közül egyet választanak ki, és hogy most ebben a hónapban én lehettem, azt szerintem nagyon jó. Ez egy nagy szó, nagyon örültem neki. Hát biztos olyan helyre teszik, ahol látható lesz. Irányító poszton játszok, de ez meccseken változik. Akármilyen figura jön, akkor is változhat, hogyha valakinek nem megy. Zolika egész évben kitartó munkájának szerintem köszönhető ez az eredmény. Nagyon jól játszott mérkőzésre, és szerencsé itt az utolsó hónapban őt választották. Zoli a kreatív játékosok táborába tartozik. Indulócsel, dupla indulócsel vagy passzcsel, átemelő, leforgás, ezek azok, amiket szoktam használni meccseken. Nagyon lát a pályán, beállóval nagyon jól tud játszani, észreveszi a helyeket, közbelövései is jól szoktak sikerülni. Április hónap legjobbja a szabad idejében sem unatkozik. Szoktam elmenni biliárdozni haverokkal, akkor foci. Jönnek. Kedvenc csapat van esetleg fociból, vagy akár kézilabdából is? Kézilabdából Veszprém, fociból, hát ott nincs. Egy jó ember, kicsit visszahúzódó, de el lehet vele beszélgetni, igazi jó csapatjátékos, építi a csapatot. Ennek jeleként pedig labdát vásárol a Decathlonos vásárlási utalványból. Zárásként pedig pár jó tanács a leendő győzteseknek a Pest megyei kézilabda szövetség elnökségi tagjától, Vas Jánostól. Az edzők a mérkőzéseken nyújtott teljesítményeket díjazzák. Hát a mérkőzésen nyújtott teljesítményhez meg a rengeteg edzés szükséges, szorgalom, az, hogy alázattal végezze azt a munkát, amit edzésen az edzők követelnek tőle, és akkor ez mérkőzésen mindig jó teljesítménnyel párosul.